a DK fővárosának minősülő Újbuda önkormányzatában elburjánzott korrupció miatt ma feljelentést tett a Mi Hazánk mozgalom, miután a politikus bűnöző Ceglédi Csaba 10 milliós nagyságrendű megbízatásai után képesek voltak még a veszélyhelyzetben kapott többlet jogokat is visszaélésekre felhasználni. Az MSZP helyi elnökségi tagja által vezetett Ázsia boltból vásárolták 13 millió forintért túlárazottan azokat a termékeket, amelyek az önkormányzat drágán árult élelmiszer csomagjaiba kerültek. A 16 termékből csak 2 magyar, még a kenyér és a tej is külföldi. Nem csoda, hogy az önkormányzat nyakán maradt a rengeteg egészségtelen, selejtes áru tonnaszámra. A 3000 csomagból pusztán 43 darabot tudtak eladni. A veszélyhelyzeti korrupcióra a DK alpolgármesterének, Bakai Nagy Zitának a nyomására került sor. Ő utasította az önkormányzat üzemeltető cégének vezetőjét, hogy versenyeztetés helyett kifejezetten az MSZP helyi elnökségi tagja és 2019-es képviselő jelöltje Baráz András által vezetett, nem is újbudai Ázsia boltból vásárolják a túlárazott termékeket. Kérdésem nyomán ezt az önkormányzati cégvezető jegyzőkönyvbe foglalva árulta el. Tehát Gyurcsányék képesek a veszélyhelyzetben is megragadni a korrupciós lehetőséget az ország legnagyobb, ötödik legnagyobb önkormányzatában, mely a DK fővárosának, illetve úgy tűnik, hogy aranytojás tojó tyúkjának is tekinthető. A lakosoknak 5300 forintért árult silány minőségű egységcsomagot egy felháborodott állampolgár hozta nekem, mint a Mi Hazánk mozgalom önkormányzati képviselőjének. Ha nem volna elég a 13 milliós termék vásárlás, 381 ezer forintot szállítási díjként is kifizettek, illetve a 9000 reklám zacskóért sem szégyeltek 405 ezer forintot is kiszámlázni. Normális esetben ilyen nagy tételekre mennyiségi kedvezményt adnak, de még anélkül is bármely áruházban olcsóbban lehet megvenni ezeket a termékeket. A 6000 liter túlárazottan megvásárolt tejből 161 dobozt selejtezni kellett, akár persze nem térítette meg a bolt, illetve a szállító. A tejhez hasonlóan külföldi termék az a kenyér, melyből szintén 6000-et vásároltak 480 forintos horror áron. Körülbelül 200 forintért kapható ilyen a boltokban. 1 kg-osnak számlázták, valójában csak 750 gram. Imár 4 hónapja lejárt a szavatossága, de ugyanolyan puha, képzelhetjük, hogy miből készült. Hát aztán kenhető rá például különleges marhavagdal Csehországból, talán annyiban különleges, hogy hústartalma a 35%-ot sem éri el. A rist tonnaszámra kilogrammonként 565 forintért, tehát a piaci árhoz képest körülbelül 200 forintos felárral számlázta az önkormányzatnak az MSZP-s cég. A cukrot kilogrammonként 300 forintért, ilyen drágán sehol nem kapható. Vettek még 9000 csomag vietnámi levesport és hasonló egészségtelen termékeket is, hogy aztán a bajba jutott embereknek 5300 forintért árulják. Persze a kutyának se kellettek az Ázsia boltjuk által forgalmazott termékek, ezért maradt az önkormányzat nyakán a 3000 csomagból 2957. Így működik a veszélyhelyzeti korrupció a DK fellegvárában, ami miatt ma a Mi Hazánk mozgalom feljelentést tett.